Tisztelt ünneplő közönség! Minket erdészeket azzal az útravalóval engedett el az iskolánk az életbe, hogy tevékenységünk során kiemelt figyelmet fordítsunk a minket körülvevő természeti és emberi világra. Az erdész a jövőnek munkálkodik, azzal, ahogy az erdőt neveli, és azzal is, hogy közösségében tevékenyen vesz részt. Mert ahogy kell az erdőnek a gondoskodás, hogy hosszú távon fennmaradó életközösség legyen, úgy kell az emberi kapcsolatoknak is a gondoskodás, hogy közösségé váljanak tagjai. Ilyen közösség teremtő munkának az eredménye, hogy itt vagyunk. Együtt ünnepeljük nemzeti összefogásunk diadalát, egy közösségalkotó erdész hagyomány teremtésének eredményeképpen. Minden életre való nemzet óvja értékeit, hagyományait, szabadságát és jól bevált szokásait. Ha a tradíciókat külső vész fenyegeti, az egységes népi közösség, az egészséges népi közösség önvédelemre kell. Nehéz időkben így vagy úgy megvédi értékeit. Így volt ez 1848-49-es szabadságharc alkalmával is. A nemzet ügye összekapcsolódott a társadalmi változások iránt igényen. Így az 1848-as birtokreform a jobbágy felszabadítás révén a telkes jobbágyokat önálló kisbirtokosokká tette. Azért tudott győzelmeket elérni, mert egységé kovácsolta a nemzetet. Összefogott a magyar nemesség és a magyar jobbágyság úgy, hogy felemelni szándékozta a jobbágyságot. Ugyan a külső hatalom uralmát nem tudta végleg megtörni, mégis új korszakot nyitott a magyar történelemben ez a döntés. A magyarság ezért állított szobrokat a múltnak. Ezért őrizte a forradalom jelképeit, a Kossuth bankókat nagy tisztelettel, sokáig titokban, szerte az országban, és ezen a földön is. Itt, a Kecskemét hetényegyháza mellett található Nyírierdőben több mint 40 éves hagyománya van az 1848-49-es forradalom és szabadságharcos kötődő megemlékezéseknek. A hagyomány Szujovszky László erdészhez kötődik, aki a Nyíri erdőkerület vezetőjeként már 1972-től szűk baráti körben az erdei munkások és családja társaságában emlékezett meg a történelmi eseményről akkor, amikor a nemzeti sajátságainkra fittyet hányó nemzetköziséget hirdető kommunista hatalom azt egyáltalán nem tartotta ildomosnak. Emellett Szujovszky László fáradhatatlanul és anyagi áldozatokat sem kímélve gyűjtötte a kokárdás korszak relikviáit. Gyűjtő munkáját segítette a környék lakossága, egy olyan térsége, ahol igen jelentős gyökerei vannak, Petőfi Sándor és Kossuth Lajos kultuszában. A gyűjtő munka eredménye a családi tulajdonban levő hagyaték, köszönhetően a Szabadságharc 1848-49 alapítványnak és a Kefagzi érti összefogásának. A Nyíri erdei erdészházban tekinthető meg, emlékeztetve az utókort, meg kell tartanunk a történelmünkben rejlő erőt és energiát, és óvnunk kell értékeinket. Ebben kitüntetett szerepet szán a kormányzat természeti kincsünk az erdő megóvásának. Ezért is adta a Földművelési Minisztérium tulajdonosi joggyakorlásába a 22 állami erdőgazdaságot. Véget ért a korszak, mikor nem látták a fától az erdőt, mikor a nagybirtokos zöldbárok érdekképviseletévé silányult az agrárpolitika. 2010 óta új időszámítás kezdődött a magyar mezőgazdaság történetében. Az eddig zárt erdőket a közjó szolgálatába állítjuk, újabb és újabb kilátó erdeiskola épül és szépül, csalogatva látogatókat, kirándulókat, iskolásokat és családokat. Az erdő mindenki. Hölgyeim és uraim! A nemzeti eszme jegyében fogant a legnagyobb magyar, gróf Széchenyi István ma is időszerű földbirtok politikai gondolata. Ideája az öntudatos, gazdaságilag erős magyar földműves volt, akinek birtoka sem felette nagy, sem felette kicsi, de éppen elegendő olyan háznép eltartására, mely nem tesz és ír rendeléseket, nem parancsol, hanem maga forgatja az ekeszarvat, ásót és kapát. A jelent is inspirálta a nemzeti klasszikus hitvallása. Az Orbán Viktor vezette nemzeti kormány állami földhaszonbérletek révén területes ezáltal biztos megélhetést nyújt az eddig földinségben szenvedő kisgazdáknak. Célja az agrárközéposztály gyarapítása és kiszélesítése, hogy a vidék magyarsága ne hagyja el a szűke pátriáját, otthon is boldogulásra lejjen.
A hazafiság elképzelhetetlen lokálpatriotizmus nélkül. A szerethető otthon megteremtéséhez azonban szerethető körülményeket kell teremteni. Például kenyérkereseti lehetőséget az agráriumban. Ezért indítottuk el a Földet a gazdáknak programot, mely keretében mostanáig megtízszereztük a nemzeti tulajdonú területeken gazdálkodók számát. Ezzel a nagy szellemi elődök nyomdokain szeretnék állni. A vidék élni akarása emberek élni akarásán múlik, azon, hogy mennyire számíthatnak egymásra, milyen közösséget alkotnak. Ilyen összefogásról adtak példát eleink, több mint másfél évszázaddal ezelőtt, amelyet ma is ünnepelhetünk. Ma mi feladatunk a múltból tanulva a jövőért munkálkodni. Ahogy tesszük ezt, mind erdeinkről, mind közösségeinkről való gondoskodás során. Így megóvhatjuk a Kárpát-medencei magyar életfát, a nemzetősi szimbólumát. Ez közös jövőnk záloga. Köszönöm a figyelmet!